Sziasztok! Nem tudom, csináltatok-e már sárga répa lekvárt, de megmutatom, hogy ebből is lehet egy ilyen, hát most ilyen cserfánkot, tarkátit akarok sütni, és most csinálok hozzá gyorsan egy kis ilyen lekvárt, egy ilyen narancsos, gyömbéres verziót fogok nektek mutatni. Úgy kezdem, hogy egy ilyen Gemfix sárga barackhoz volt épp itthon, ez 125 g barackhoz jó, ez most 125 g, tehát 1 kg 25 deka sárgarépa, amit fogok és szépen fölteszek megpárolni egy lábosba, 2 deciliter vizet öntök alá, és össze fogom majd turmixolni, tehát olyan darabokra kell vágni, amit utána a botmixerrel vagy turmixba le lehet nyomni, ennek alá is gyújtok, most szépen belevágom az összes répát. Összesen 5 szem narancsot, ilyen nagyobbat, meg egy citromot használok, de ebből egy citrom, meg egy narancs, ez ilyen kezeletlen, mert a héját is felhasználom, ez lehet sima, mert ennek csak kifacsarom a levét, meg ennek is, de előtte a héját szépen lepucolom így egy zöldségtisztítóval, és ezt majd a vége fele fogom csíkokra vágva beletenni, és sokkal intenzívebb íztat, hogyha nem föl ki teljesen a illóanyag belőle, plusz egy jó pofa kis játékosságot ad a lekvárnak, hogy nem ilyen teljesen krémes, hanem lesznek ilyen csíkokra vágott kis narancs és citromhéjak benne. Tehát ezt így hosszába, vagy keresztbe, tehát ha így van a hossza, így szépen fogom, és majd ilyen, hát tulajdonképpen julienre meg fogom vágni a összes héjat. Na, ha megvagytok, addig ez itt szépen már párolódott abban a 2 deci folyadékba. A narancslé meg a citromlé együtt 0,5 liter lett, azt is szépen ráöntöm. Így akkor már biztos, hogy nem fog leégni, és ez 5 deka gyömbér. Látjátok, itt szépen összevágtam julienre a héjat, és most még 5 deka gyömbért ilyen kislukú reszelőn szépen bele reszelek, és megy ez is bele a lekvár alapba. És nem kell megijedni, mert a gyömbér tele van ilyen rost szálakkal, az kívül marad a reszelőn, és belül csak ez a jó szaftos kis gyömbér hús marad, és akkor ezt kell bele dobni a lekvárhoz. Na és amikor jó puhára megfőtt, akkor fogom és botmixerrel szépen összeturmixolom. Most átteszem egy másik edénybe, hogy ennek a bevonatát nehogy megsértsem. De utána vissza fogom beletenni, és akkor botmixerrel szépen összeturmixolom. És összeturmixolom. És ha leturmixoltam, akkor visszagyújtok alá, visszatettem, és ez 0,5 kg cukor, és ebből beleteszem ezt a Gemfixet, hogy de csak azért, hogy ne egy helyre szórodjon a cucc, egy kicsit így összekutymákolom, és mehet rá a cukor a alapra. Lehet 40 dekával is csinálni, sőt van, aki többel csinálja, de ez a 0,5 kg szerintem. Kilónként olyan 40 deka kell rá, és most mehet rá szépen a gyümölcs, és vigyázzatok, mert ugye ez elkezd majd puffogni. Úgyhogy a lényeg, hogy most még így kavargatva, amíg elolvad a cukor, meg ugye ebből a pektin kioldódik, addig szépen összeforralom, meg ugye egy picit megfőjön a citrom és a narancshéj. Egy olyan 5-10 perc elég neki. Nézzetek, ez annyira jó állagú lett, hogy így 5 perc után le is zárom, csak most meg egy kicsit keverem, mert ebbe a öntött alumínium lábozsa még úgy megmarad a hője, hogy még esetleg puffoghat. És akkor elmosott edénybe szépen bele lehet szedni, és egyetlen egy trükk van, hogy ugye a tetejére kell fordítani, ezt nem kell dunsztolni. Hol a másik? Mindegy. Hanem itt szépen megtöltitek minél jobban a üveget, ráteszitek a kupakot,
és így a fejére fordítjátok. Ennyi. És tulajdonképpen ezt egy, amikor kihűl, visszafordítjátok, és el lehet tenni, és el elhűtés nélkül. Hát három ilyen nagyobb, meg egy ilyen kisebb üveg, azért majdnem ugyanakkor a belterőek, hogyha végül is négy üveg lett belőle, meg hát ez a mennyiség, amit most fogok egy kis tarkedlit sütni, mert egymás után fölteszem mind a két videót, és akkor mind a kettőt meg tudjátok csinálni, és nézzétek meg egy ilyen szinte sárga barack lekvára hajazó. Hát, figyeljetek, hogy így a végén teszitek bele ezt a narancs meg citromhéjat, olyan ízt ad neki, és meg nem mondanátok, hogy sárga, vagy sárgarépa az alap, egy ilyen nagyon kellemes, narancsos, citrusos, édes, nagyon pikáns kis lekvárt tudtok itt csinálni. Úgyhogy próbáljátok ki, nem is kerül sokba. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!